Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reháker Andrea vagyok, és nagyon hálás vagyok mindenkinek azért, hogy hallgat és kommenteli a podcasteket, ezt tegyék meg a jövőben is, iratkozzanak fel, és kattintsanak a kis harangomra, még akkor is, hogyha nem mindenki kapja meg az értesítést, de hát nem panaszkodunk. Így is mindenkinek nagyon hálás vagyok, aki veszi a fáradtságot, hogy meghallgatja a véleményemet ezekben a témákban, amiket ide feltöltünk. És ugye, aki hallgat, az tudja, hogy nagyon be van csípődve nekem ez a klíma téma, és az egésznek az értelmetlenségéről rendszeresen beszélek, akárhányszor csak lehetőség adódik rá. És most megint van két olyan hír, ami kiverte a biztosítékot nálam, és mivel mindenki arról beszél, hogy mekkorát bukott Joe Biden, amit én már a múlt héten csütörtökön teljesen realisztikusan a jelek szerint előre vetítettem, ezért én ezt most nem kívánom elemezni, hogy mennyire hozta mégis azt a formáját, amire számítottunk, inkább az lesz majd érdekes, hogy ennek mi lesz a következménye. De hát ugye a klíma az egy állandó kérdés, és ugye valahogy ezek az aktuál politikai témák mindig háttérbe szorítják, vagy legalábbis nagyon úgy perifériára, de azért nagyon is azt kell, hogy mondjam, hogy zajlik, nagy erőkkel zajlik a háttérben annak a felállítása, a színpadnak a felállítása, hogy a végén ilyen klímaváltozásos mindenféle kifogásokkal egy csomó korlátozást meg változást a nyakunkba fognak zúdítani. Ugye arról rendszeresen beszélünk, hogy a széndioxid kibocsátás miatt elektromos átállásra akarnak rávenni mindenkit az Európai Unióban, meg ugye az egész világgazdasági fórum érdekkörzetben, ami azt jelenti, hogy 2030-ra, vagy 2050-re legkésőbb mindenkinek elektromos autót kell majd vezetni, iszonyatosan drága lesz benzin, vagy gázolaj, vagy bármilyen más robbanó motoros üzemű autóval mászkálni, valószínűleg hatalmas adók lesznek rá kivetve, mert ugye nyilván senki nem fogja egyből kidobni a kukába a kocsit. De az a helyzet, hogy ez is annak már az előjele, hogy ilyen 15 perces városokba akarnak bennünket kényszeríteni, ahol 15 percen belül, tehát egy sétatávolságra minden megtalálható. És akkor az embernek nem kell menni sehova, nem kell másik városba menni, nem kell utazni, nem kell igazából másik városrészbe sem menni, hanem az a lényeg, hogy minden elérhető, így akkor nincsen szükségünk semmi olyan járműre, mondjuk egy kerékpárra legfeljebb, amivel azért lehet, hogy kicsit messzebbre is menni, de olyan autóra, ami 5-6-700 kilométert meg tud tenni, olyanra aztán végképp nem lesz szükségünk, és hát az, hogyha nem utazunk, amit ugye a Covid-nál már jól lepróbáltak, akkor arra se lesz szükség, hogy repülőre üljünk, ami ugyancsak egy hatalmas kerozin temető, és hát az egyik legnagyobb, vagy leginkább környezetszennyező utazási fajta. És hát ugye mi az a két hír, amivel kapcsolatban most én ezt itt felhozom újfent? Az egyik az az, hogy a McKinsey & Company, ami egy tanácsadó cég, az egyik legnagyobb, hogyha valakit érdekel, van egy kiváló könyv a Libribe, aminek az a címe, hogy a világ 50 legveszélyesebb vállalata, például a McKinsey is pontosan rajta van a listán. Szóval ez egy igen nagy tanácsadó cég, és ugye végeztek egy felmérést, mert hát nyilván, hogyha valamit bevezetünk, akkor meg kell nézni, hogy milyen az elfogadottsága annak az egyéb dolognak. És hát ugye látszik, hogy világszerte, hogyha megnézzük azokat az embereket, akik már megvették az elektromos autót, és ugye aktívan, meg ilyen klímatudatosan beleálltak ebbe a témába, hogy vajon hogy is vannak megelégedve. És akkor úgy tűnik, hogy az amerikaiak között, de egyébként világszerte 10-ből minden harmadik azt mondta, hogy vissza fog térni a robbanó motoros autóra, és ugye az Egyesült Államokban is hatalmas, tehát ott is legalább a fele, 50%-a az autó tulajdonosoknak, akik elektromos autót vettek, vissza akarnak térni a robbanó motoros változatokra. És ugye ennek az a legnagyobb oka, hogy nincsen töltési infrastruktúra. Tehát ugye nem tudnak olyat megtenni, mint ahogy most az ember begördül a benzinkúthoz, és akkor mit tudom én, ha negyed órát eltölt, akkor abban már az is benne van, hogy ivott egy kávét, meg vett egy újságot, vagy nem is tudom, elment mosdóba, de közben ugye teljesen tele tudja tölteni az autóját, ami aztán a következő 5-6-700 kilométeren nem problémázik ezzel. Ezzel szemben ugye nincsen jelen pillanatban olyan töltőkapacitás, amivel ezt mondjuk tömegméretekben el lehet érni egy elektromos autóval, és hát ezek a villámtöltők is azért hosszabb ideig tartanak, mint negyed óra,
Ráadásul nem is feltétlenül ajánlottak, mert ugye azért van ennek az akkumulátornak egy működési elve, és hogyha túlságosan sokat erőltetik, tehát hogyha ilyen nagyon sok terápiával állandóan villámtöltővel töltik, akkor sokkal rövidebb az élettartama. És hát persze mondják, hogy a Tesla már kitalált mindenféle gyors töltést, meg mindegy, nem tud olyan kényelmes lenni, mint amilyen kényelmes jelen pillanatban a benzinkút. Ugye volt az izraelieknek volt egy ötletük erre, a Startup Nation című könyvben, ugye Startra Kész Nemzet címmel jelent meg magyarul, van egy sztori, hogy ugye kitalálta az egyik ilyen katona, mert ugye minden a hadseregből indul ki Izraelbe, hogy csinál egy olyan céget, ami nem autókat birtokol, hanem az autókban levő akkumulátorokat. Ugye az elektromos autókban levő akkumulátor az egy olyan téma, ami alapvetően egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye nekünk nem éri meg, tehát én magánszemélyként, ha megveszem a kocsit, az akkumulátor az nekem egy szemét benne, hogyha tönkre megy, nem tudok vele mit kezdeni, nincs rá megfelelő kapacitásom, hogy én ezeket mondjuk újrahasznosítsam, vagy bármi, még az se, hogy igazából úgy el tudjam tüntetni, hogy az ne okozzon környezetszennyezést, tehát mindenképpen segítségre van szükségem, és nagy befektetés is. Míg az autógyár, amelyik létrehozza ezt a kocsit, valószínűleg rendelkezik olyan kirendeltséggel, ami ezeket a akkumulátorokat újra tudja hasznosítani. Na most, a köztes megoldás volt ennek az izraeli katonának a gondolata, hogy ő lényegében megveszi az autógyártól ezeket a tartalék akkumulátorokat, és ő neki ráér a berendezése ezeket folyamatosan a töltőn tartani, tehát hogyha jön valaki, beáll az ő depójába, akkor ő abba az autóba a megfelelő akkumulátort bele tudja tenni pontosan ugyanolyan gyorsan, mint ahogyan a tankolás meg tud történni a benzinkúton, és akkor, mert az akkumulátor az nem az autónak a része abban az értelemben, hogy nem birtokolja az, aki a kocsi, hanem az akkumulátor az egy ilyen csere eszköz, és akkor így az a cég, ami ennek az embernek ugye a birtokában lett volna, amire ezt ő ugye kitalálta ilyen startup cégként, hogy akkor mindenféle depókat, tehát az ország Izrael minden részébe lehelyeznek ilyen depókat, és akkor oda megy az ember akkumulátort cserélni. És akkor ezek úgymond egymástól olyan távolságban is lehetnek, hogy azt ki is bírja az akkumulátor, szóval tök jó meg lehetne csinálni, csak ugye iszonyatos pénzbefektetés. És most már annyiféle elektromos autó van, hogy azért nem tudom, hogy ez mennyire kivitelezhető, hogy mindenféle akkumulátorból legyen annyi, amennyi éppen futkározik az utcán. De az a helyzet, hogy ugye mégiscsak beszélnek róla, és az amerikaiaknak pontosan ez a bajuk, hogy nem megfelelő az infrastruktúra. Tehát azért erről én is beszéltem annak idején, vezettem még 2019-ben Nissan Leaf-et egy évig, és az a helyzet, hogy el sem mertem indulni se Gyöngyös felé, se Szeged felé, mert hogy egyáltalán nem voltak töltők. Nyilván most már jobb a helyzet, de azért még mindig probléma, és nyilván az ember egy óriás beruházást nem csinál a saját lakásában, vagy hát lehet, hogy érdemes már mostanában megcsinálni, de hogyha bevezetnek erre is egy újabb szabályozást, hogy az éjszakai áram, amit én egyébként itt a gépekkel, meg a többivel elhasználok, hogyha én azt autótöltésre használom, akkor valószínű, hogy lesz rá valami jövedékkiadó. Tehát egy csomó minden olyan változás van, ami igazából nem pozitív. És akkor ugye nem elégedettek az elektromos autó birtokosok, tehát az a helyzet, hogy az a megoldás, ami jelenleg elérhető, az egyáltalán nem kielégítő. A másik hír, ami viszont megint csak nagyon érdekes, az az, hogy a dánok azt tervezik, még az év végéig meg akarja szavaztatni a parlamenttel a Környezetvédelmi Minisztérium, hogy egy ilyen büfögés, pukizás adót fognak bevezetni a tehenekre. Ugye a sertésre meg a bárányhúsra azért nem teszik ezt rá, mert hogy ott kisebb a gyomor méret, tehát ez egész egy ilyen őrület, tehát így az ember, ahogy olvassa, így nem hisz a szemének. Tehát az a lényeg, hogy van másfél millió tehén Dániában, és akkor ezek ugye, ahogyan kérődznek, meg nyilván, ahogy dolgozza fel a gyomruk az ételt, ez különböző ilyen kisugárzásokkal jár, hogy szépen fogalmazzak, és akkor ugye kitalálták ezek a drága klíma aktivisták, hogy ennek akkora a széndioxid tartalma, ez igazából már most egy ilyen extra adót követel meg, és ugye, hogyha 2045-ig klímasemlegessé akar válni Dánia, akkor ennek a
hogy ki tudják fizetni a bírságot, mert ugye lényegében az van, hogy vagy az ember lecsökkenti a kibocsátását, vagy pedig megveszi másoknak a szabad kapacitásait, és akkor úgy próbálják meg kiegyenlíteni ezeket a széndioxid kibocsátásokat. Ugye erről is iszonyatosan sokat lehetne vitatkozni, hogy a széndioxid az pont nem probléma. De mindegy, most ebben nem menjünk bele, maradjunk a cikknél. És ugye az a lényeg, hogy most jelen pillanatban 300 korona, vagyis hát 2030-ig 300 korona a terv, széndioxid tonnánként fizetnie kell annak a farmernek, aki teheneket tart, és 2035-re pedig ezt több mint megduplezzek, 750 koronára, tehát ez a 300 korona, ez kb. 40 eurónak felel meg jelen pillanatban. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor a végén, most levezetik itt az újságírók, nem akarok belemenni a számokba, de hogy nagyjából 100 euró tehenenként lesz az az adó, amit ki kell majd fizetni, hogyha az ember tehenet akar tartani. És akkor ugyanebben a cikkben benne van, az írek azok egy kicsit máshogy látják ezt, itt nem adó lesz, hanem egyszerűen előírták, hogy 200 ezer tehenet 3 éven belül ki kell vonni a termelésből, úgymond, tehát le kell őket vágni. Na most ez azért iszonyat pénzbe kerül, tehát az, hogyha valaki tehenet tart, tehát azért az nem olyan, mint hogyha veszek egy nyulat az állatkereskedésbe, hanem egy tehén azért jelentős befektetést jelent, ugye önmagában az állatorvos, a takarmány, a tartás, meg hát maga az állat is, és ugye, hogyha ezt most hirtelen azt mondja az állam, hogy akkor figyelj ide, neked nem marad már kapacitás, vágd le az összes tehenedet, hát azok ilyen milliós tételek euróban is, és hát az a helyzet, hogy nagyjából tehenenként 3000 euró kompenzációt fognak kapni az írfarmerek, akik utána később már nem fognak tehenet tartani. Csak ugye felmerül az emberbe a kérdés, hogy mindenki arról beszél, hogy egyre kevesebb a hús, meg egyre kevesebb az étel, viszont minden arra visz bennünket, meg olyan az életmódunk, hogy húst eszünk hússal, folyamatosan mindig húst kell enni. És igazából, tehát régebben, ugye, hogyha visszamegyünk a történelemben, nem volt ez így. Tehát még mondjuk a 60-as évek Amerikájában sem, ahol pedig nagyon nagy volt a jólét, tehát ott is a vasárnap, meg a hétvége volt, amikor húst tettek egyébként, meg nem, meg csak maradékot. Tehát az, hogy minden nap hús van, az már egy olyan fokú jólétet jelent, ami egyébként nyilván egy ilyen soha nem látott szint. Nyilván, hogyha valaki megint elkezdi, a kommentekben mindig bele szokott kerülni, hogy szerencsétlen afrikaiak nem látnak húst egész évben. Én most nem erről beszélek, hanem arról a részéről a világnak, akik meg vannak szállva ettől a klíma őrülettől, és ilyen fölösleges dolgokat csinálnak, aminek nem az a lényege, hogy ettől majd tisztább lesz a légkör, hanem ennek az a lényege, hogy ne álljon rendelkezésre annyi erőforrás, ne legyen hús, vagy pedig ha van, akkor olyan hihetetlenül drága legyen, hogy az emberek legnagyobb része ne tudja megvenni. És ugye az írek például, tehát olyan hihetetlenül háklisak arra, hogy milyen minőségű húst esznek. Nem is tudom, 20 évvel ezelőtt talán voltam kint Írországban, azon nevettünk, hogy mikor megy be az ember Dublinba, még a körforgalomban is van 2-3 tehén, ami ott legelészik, tehát annyira egybefor az egész a tejtermékekkel, kiváló tejtermékeket gyártanak az írek, nagyon jó minőségű a marhahús, amit az ember onnan be tud szerezni, és akkor most hirtelen közdik velük, hogy hát akkor ti ne tartsatok teheneket, hanem most ezt, mivel mi klímasemlegesek akarunk lenni, akkor 3000 euróért darabját megvesszük tőletek, ami egyébként töredéke annak, amibe kerül egy ilyen állat, és le kell őket mindet vágni, és akkor utána már ne csináljátok ezt tovább. Tehát ez az egész arra megy ki, hogy ezek az emberek, ezek üljenek át a szolgáltató szektorba, mint a hollandoknál, amit láttunk, hogy ugye hosszú generációkon átívelő családi gazdaságok szűntek meg szűnnek meg ezek miatt, az idióta klímaszabályozások miatt, amitől nem fog megoldódni a probléma. És hát lehet jönni megint azzal, hogy ugye akik Davosba repülnek, mindenki magánrepülőgéppel, még a szomszédvárosból is magánrepülőgéppel, meg helikopterrel érkezik, ami ugye abszolút durván környezetszennyező, tehát sokkal rosszabb, mint ez a pár szerencsétlen tehén, amit az égbe tud eregetni X idő alatt. De mégse érdekel senkit, mert ugye ők megtehetik. Tehát itt ennek ez a háttere, hogy egy privilegizált, kiváltságos réteg, néhány ember, vagy néhány száz, az mindent megtehessen, mindenhez hozzájuthasson, neki minden legyen,
De a nagy néptömegeknek, azoknak nem kell, meg nekünk nem kell ilyen jó módba élni, örüljünk neki, hogyha mondjuk kapunk egy kis tücsköt, vagy valami. És nem kell nekünk saját autó, meg nem kell nekünk ide-oda mászkálni, hanem maradjunk nyugodtan a fenekünkön, szépen menjünk el dolgozni, örüljünk, hogy 15 percen belül minden elérhető, kényelmes, nézzük a Netflixet, és nem kell semmiben kinyilvánítani a véleményünket, hanem egyszerűen hagyjuk, hogy ők majd irányítják a világot úgy, ahogy ők akarják. És közben ugye mi van? Kenyér van, meg cirkusz van. Annyit fogunk kapni, ami pont elég lesz, szépen elmegyünk dolgozni, termeljük nekik tovább az erőforrást, ők meg majd intézik a többit. Hát emberek, szerintem pontosan az kéne, hogy nekünk ebbe fel kell szólalni, hogy ez ne így legyen. Mert én szeretnék elmenni külföldre, én szeretnék repülővel utazni, szeretnék olyan autót vezetni, amilyet én akarok, nem pedig olyat, amilyet megengednek, és lehet, hogyha most a kínai autó tönkreteszi a német autóipart, akkor betiltják, tehát magyarul még akkor nem is tudunk venni olcsó autót, hanem kénytelenek leszünk drágán megvenni majd azt a irreális pénzért, ami megint csak azzal legyen értékű, hogy nem fogjuk megvenni az elektromos autót. És hát ennek az a vége, hogy mi szépen a kis házainkba beleszürkülve jól el legyünk, nézzük a tévét, és mint az 1984-ben legyen a gyűlölet 5 perce, amikor üvöltözünk az ellen, akire a leginkább ki vagyunk akadva, de egyébként meg senki senkire semmit nem mondhat, hanem hagyjuk, hogy ők az egyenlőbbek majd vezessék ezt a kis állatfarmot, ami még marad a világból. Szerintem nem kéne hagyni. És én pontosan ezért csinálom ezt, amit csinálok, hogy minél többen kiálljunk, és ne engedjünk már ennek. És ha lehet, akkor tényleg ne együk meg a propagandát, mert annak meg aztán tényleg semmi jó vége nincsen, hogyha mi is beállunk bégetni a birkák táborába. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Legyen nagyon szép napjuk, vigyázzanak magukra, és pénteken újra találkozunk, addig is minden jót a viszonthallásra.